Szeretettel köszöntöm a Kávéházi Rendezvú nézőit, ezúttal vendégem Csibi Krisztina, a Magyarság Háza vezetője. Üdvözöllek, köszönöm, hogy eljött. Üdvözlök én, és köszönöm szépen a meghívást. Kis dorogi vagy, eredetileg, de most már Budapesten élsz nagyobb részt, és csak nem 10 éve vagy a Magyarság Háza vezetője, ugye? Jól tudom. Így van, a 9. évet taposom már. 2014. augusztus 18-án vettem fel a munkát a Magyarság Házában, és azóta nagyon sok szép programot és nagyon sok szép élményt tudtam összegyűjtögetni, és természetesen az ember ilyenkor nagyon sokat tanul is, és ez utóbbi az, ami számomra a legértékesebb ebben az elmúlt 9-10 évben. Kis dorogról hogyan vezet az út a Magyarság Házáig Budapestre? Milyen volt, egy ott nőttél fel kis dorogon, milyen volt a gyerekkor, hogyan indult ott ez a típusú utad? Ha nem is kis dorogról, de legalább Bukovinától kell indítanom ezt a történetet, hiszen a családom és a gyermekkoromnak a legnagyobb részét ez határozta meg, hogy a családom bukovinai székely származású. Édesapám még 1937-ben született a bukovinai Hadikfalván, édesanyám már Hortiváron született a bácskai időszakban 1942-ben, és onnan, mint ahogy ismert is a történetből, menekültek a Dunántúl falvaiba, és végül 45 májusától élnek Kisdorogon. Itt a Sebestyén Antal Esperes plébános házában élünk a mai napig, amit ő neki utalt, aki Kisdorog központjában, és az édesapámat ő nevelte fel, örökbe is fogadta, és mindenét ráhagyta, úgyhogy ezt a kulturális és anyagi örökséget is visszük tovább a mai napig. Tehát, hogy ez nekem a gyerekkoromban, meg Kisdoroghoz, ez hozzátartozik, hogy ezt az áldásos batyut, ezt visszük tovább. Milyen volt az élet Kisdorogon, amikor gyerek voltál? Hányan vagytok testvérek? Hogyan éltetek ott? Van egy bátyám, aki 8 évvel idősebb, mint én, egy nővérem, aki 6 évvel idősebb, mint én, és nagyon nyüzsgő és nagyon élő volt a falu annak idején. Ha jól emlékszem, akkor 1000 körül volt még a lakossága, most körülbelül 600 fölött van. Én azt látom, hogy még most is nagyon élő és nagyon élni akar ez a falu. Én nagyon szeretem a vidéket, én a falu mellett teszem le mindig a voksomat, és bár a munkám jelenleg Budapesthez köt, nekem mindig a legfontosabb Tolna megye is Kisdorog lesz és volt. Most is, ha tehetem, akkor hetente hazajárok, tehát nekem, én most sem érzem azt, hogy én nem élek Kisdorogon, én most is tudatomban is, de gyakorlatban is elmondhatom, hogy kisdorogi vagyok. Tehát, hogy aki lát és ismer, az tudja, hogy minden héten, ha tehetem, akkor hazajövök. Fontos akkor, hogy egy kis hazai levegőt szív, és megnézd a levendulákat, mert hogy tudom, hogy vannak levenduláid. Így van, tegnap este is küzdöttünk még velük, mert nagyon sok szép termése volt, de tény, valóban, és hogy ez nekem nem csak az, hogy ápolni a kapcsolatokat, és barát, és család, és ilyenek, hanem egyfajta biztonságot ad nekem. A kisdorogi harangszó, a kakaskukorékolás reggel, tehát hogy ez erre szüksége van az embernek, azt hiszem, hogy hátul a tudatában ott legyen, hogy van egy biztos hely az életében. És hogyha nagyon ilyen pátoszos szeretnék lenni, akkor ezt a gondolatot, ezt át is lehetne ültetni mindjárt a magyarság tudatba, mert hogy mennyire fontos az, hogy ezt a típusú összetartozást erősítsük, de ne legyünk szerintem ennyire pátoszosak, vagy én nem szeretnék az lenni. Kisdorogról hova vezetett az utat? Hogyan alakult ott az életed, a pályád? Hát 18 évesen elkezdtem házról házra járni, a Garai gimnáziumban érettségiztem, és akkor 18 évesen házról házra jártam, és próbáltam meggyőzni a székely asszonyokat, hogy a székely népdalkörbe lépjenek be, alakítsunk mi is úgy, ahogy a teveliekre, nagyon felnéztem annak idején, Dimén Gáspár vezette, és hogy egy hagyományőrző csoportot hozzunk létre. És ez sikerült is, éppen az idén 30 éves születésnapját ünnepli a kisdorogi székely népdalkör, úgyhogy erre nagyon-nagyon büszke vagyok. Igen, remélem, hogy egy jó ünnepséget tudunk összehozni az év végén. Itt 5 évig dolgoztam a kisdorogi óvodában, és utána felvételiztem néprajz szakra Pécsre, és így elég késői diák voltam.
és itt András Fajő Bertalan tanítványa voltam, ő volt a témavezetőm is a diplomamunka során. Mi volt a diplomamunkád? Terhességszülés gyermekágy a bukovinai székelyek körében. Igen, igen, egy nagyon érdekes, hogy ne természetesen. Még Bács-Kiskun, Baranya megye falvaiban és Tolna megye nagyon sok falvában jártam akkoriban. A legemlékezetesebb talán Kégy, és most nagy nosztalgiával a doktori diszertációm kapcsán Deák Izita tanárnővel ismét Kétyen gyűjtöttünk, és ismét azt kellett megállapítanom, hogy fantasztikus anyag van még mindig, és lelhető fel még mindig ezen a településen, de egyébként az összes többin, tehát hogy van amit még gyűjteni, és van amit tágítani a gyűjtőkörön, tehát hogy még mindig szerintem ez egy óriási kincs, amin ülünk. Nem gondoltam, hogy nem tartasz még a doktori disszertáción, tehát ha bár nem beszéltünk róla, de így távolról tekintve téged, vagy távolról szemlélve téged, biztos voltam benne, hogy a doktori az már így témába vág nálad. És meg volt Pécs, aztán... És akkor utána 2015. januárjától a Bonyhádi Völgységi Múzeumba kerültem, ott azzal foglalkozhattam reggeltől estig, amit nagyon-nagyon szerettem. Mellette otthon éreztem magam, tehát az összes faluban élő kis gyűjteményvezetővel, mindenkivel kapcsolatom volt. Tehát hogy az egy ilyen álom időszak volt számomra, ez a 7-8 év. És akkor innen kerültem a Bonyhádi Önkormányzathoz, ott pályázati referensként dolgoztam néhány évig. Másfél-két év volt mindössze, amikor a Magyar Seggháza vezetésére felkértek 2014-ben. 2014-ben milyen volt ez az indulás? Mi fogadott ott téged akkor, és miből lett aztán ez, amit most látunk? Mert hogy elég jól látható, hogy mivel foglalkoztok. Én azt gondolom, hogy ez napi szinten téma mindenhol a sajtóban, és úgy egyáltalán akár baráti beszélgetéseknél már úgy a magyarság kérdése. Tehát, hogy a munka gyümölcse az úgy kezd látszani. Milyen volt a kezdet? Ez már a könnyebb kérdések közé tartozik, hiszen ezt már nagyon sokszor el kellett mondanom. Nem tudom, mennyire érdekli ez a nézőket, de hogy a Magyar Seggházat 2011-ben azért hozta létre a magyar kormány, hogy egyfajta kapocs legyen, egy találkozóhely legyen a külhoni magyarság és a Magyarországon élők között, hogy megerősítsük ezáltal is a magyar identitást, és itt elsősorban olyan programokat szerveztünk, ahol a különböző külhoni régiókból érkeztek, akár kézművesek, akár színjátszók, tehát különböző műfajok találkozhattak, és különböző régiók egymással is. Tehát ők azt értékelték legjobban, meg a legsikeresebb programjaink azok voltak, ahol a különböző régiók egymással is tudtak kapcsolatot létesíteni. És mindig az volt a célom, hogy ne csak a magyarországiak kapcsolatai erősödjenek a külhoniakkal, hanem ők egymással is tudjanak találkozni, legyenek közös programjaik, tudjanak segítőkezet nyújtani egymásnak, és már azt hiszem, hogy ez a kultúrában is megvalósult most már, tehát nem csak testvértelepülési kapcsolatok vannak mondjuk a délvidék és felvidék között, hanem most már a kultúrában is meg tudtuk ezt valósítani. Amikor felkerültem 14-be Budapestre, akkor a legcsodálatosabb, szerintem az ország, de lehet, hogy a világ legcsodálatosabb helyszínén volt a Magyar Seggháza, a Szentháromság tér 6 szám alatti gyönyörű, korábban Magyar Kultúra Székházának is nevezték, Magyar Kultúra Házának, ez a Mátyás templom közvetlen közelébe a Halászbástya melletti, fel volt turva az egész tér, amikor odaérkeztem, ilyen kis fa pallókon érkeztem meg a felvételi beszélgetésre, és aztán nagyon gyorsan befejeződtek az építkezések, és egy csodálatos épületet, és ezzel együtt a Mi Magyarok című 2200 négyzetméteres nagy kiállítást avathattuk már októberben. Tehát, hogy egy 3-4 hónap volt az, amit így az építkezés elvitt, és onnantól kezdve tényleg szinte nem azt mondom, hogy a szakmámba vágott, mert az a hatalmas kiállítás egy kicsit más, újabb tudásokat igényel, de hogy azért múzeumi szakemberként nem állt teljesen távol tőlem ez a kiállításos téma, és emellett végeztük a kulturális tevékenységünket, ugyanúgy külhoni magyar fellépőket hívtunk. Akkoriban csak összehasonlításképpen 76 rendezvény volt 2014-ben a Magyar Seggházában, és 2022-ben 906 rendezvényt valósítottunk meg. Ez rengeteg. Szóval nagy ugrás volt, de ez annak is köszönhető, hogy rendkívül kreatív munkatársaim vannak, tehát van olyan 4-5 munkatársam, aki 2014-től
dolgozik a Magyarság házában, sőt van olyan, aki az elejétől 2011-től, mint Matusz Gábor kollégám. Tehát, hogy olyan jó szakemberek vannak szerencsére, hogy ezt így az újdonságot, meg az én idegenség érzetemet nagyon gyorsan tudtuk oldani, és azt gondolom, hogy azzal, hogy kivittük a programjainkat, részben kényszerűségből is, mert hogy kiköltöztünk a Szentháromság tér 6 szám alól, külhoni régiókba, és ott is jelen tudunk lenni, sőt már 16-tól, 18-tól a diaszpórában is valósítunk meg programokat, oda is tudunk küldeni akár erdélyi, akár felvidéki, akár délvidéki előadókat. Azzal tudtuk megemelni ilyen szépen a rendezvényeink számát, de nagyon nagy munka volt. Így koncepcionálisan nyilván megvolt az, hogy mi az az út, amit be akartok járni, gondolom, amikor elkezdted ezt a tevékenységet. És akkor ehhez kellett hozzá társítani egy gyakorlati szempontból is megvalósítható tervet. Mennyire tud ez tudatos lenni, mennyire, amikor terveztek mondjuk egy évet? Tehát ott ezeket a koncepcionális alapvetéseket, hogy a Magyarság tudatot és az összetartozást hogyan erősítsétek, vagy hogyan tegyétek még láthatóbbá. Azt hogyan lehet a gyakorlatba átültetni? Hát nagyon kemény tanuló lecke volt nekem, mert az az egyik nagy hibám, hogy nálam, én nagyon nehezen mondok nemet, és ezt ott kezdőként még megfűszereztem ezzel a jó tulajdonságommal, tehát hogy amit elterveztük, az nem mindig úgy zajlott le, hanem közben jött egy nagyon jó ötlet, aminek nem tudtam ellenállni, és nem tudtam nemet mondani, és jöttek az emberek, látták, hogy gyönyörű a helyszín, jó a koncepció, jó, amit képvisel a Magyarságháza, tehát az egésznek a stílusa tetszett nekik, azonosultak, mert ők ugyanezt végzik mondjuk 20-30-40 éve, és ezekre nem tudtam mindig nemet mondani. És ebből egyébként ezekből a programokból, amik így adhok jelleggel kerültek be a programjainkba, nagyon jó dolgok sültek ki. Tehát, és egyébként meg nagyon sokszor Tolna megyeiek jöttek, a teveli székelykör sütött, főzött, egész állónap a Budai Várba, kint Üstökbe, a Kisdorogért Egyesület nem egyszer látta vendégül a budai lakosokat, és tehát olyan élmények voltak, és ezek mind saját kútfőből, mondom, ilyen nagyon hirtelen jött ötletekből születtek, és nagyon jól. Tehát az, hogy én eltervezek valamit, és egy évre így szeretném, az kemény munkával tudtam csak megvalósítani, és magamon is kellett sajnos ezen dolgoznom, de még mindig szerencsére megvan ez a rugalmasság a kollégákban is, bennem is, hogy bármikor tudunk ezen változtatni, de erre valóban, hogyha komolyan veszi magát egy intézmény, akkor kell tartani magunkat ehhez a koncepcióhoz. De hadd mondjam el, hogy a legfontosabb a számunkra az, amit elértünk, vagy elért az intézmény az elmúlt 10 évben, 13 évben most már, hogy a szinte kizárólag külhoni magyar fellépőink vannak. Tehát az elején természetesen, mert magyar kultúráról van szó, természetesen felléptek és most is kapnak lehetőséget magyarországi művészek, alkotók, de most már azért sikerült annyira elkülönítenünk magunkat a jelenleg palettán lévő kulturális intézményektől, hogy most már elmondhatjuk, hogy olyan 95%-ban külhoni fellépőink vannak, partnereink. Tehát tulajdonképpen akkor sikerült azt elérnetek, hogy egyrészt ismertté váltatok, másrészt nem csak itthon váltatok azzá, hanem határon túl is a magyarok körébe. Keresnek benneteket? Most már igen. Tehát azért az év, nem az év elején, a munkánk elején azért minden helyszínen nekem úgy kellett elkezdenem egy-egy kiállítás megnyitót, vagy egy-egy rendezvényt úgy kellett nyitnom, hogy bemutattuk az intézményt. Kik vagytok. Igen. És most már elértünk odáig, hogy azért nagyjából tudják, hogy kik vagyunk, de még azt gondolom, hogy Magyarországon is, és külhonban is nagyon sokat ennivalónk, amíg egy külhoni magyarra azt mondják, hogy ő román, hogy ő szerb, hogy ő szlovák, és addig én azt gondolom, hogy van mit tennünk. És ezt közvetlen környezetünkben tapasztaljuk, akár Tolna megyében nem egyszer látok, hallok ilyet. Ez most már annyira nem fáj, meg érzelmileg nem kavar fel, hanem inkább azt látom, hogy ez igazolja azt, hogy szükség van a munkánkra. Tehát, hogy a Határtalanul programmal is én azt gondolom nagyon-nagyon sokat segítettünk ezen, hogy a fiatalok most már baráti kapcsolatokat ápolnak külhoni magyar gyerekekkel, fiatalokkal, nem egyszer született belőle már szerelem, akár házasság is.
Ezt ugyanúgy elmondhatjuk a Kőrösi Csoma Sándor programban, diaszporában dolgozó fiatalokról, vagy a Petőfi Sándor programban, a Kárpát-medencében dolgozó fiatalokról is. Úgyhogy szerintem jó úton haladunk, csak van még tennivaló. Ahogy hallgatlak, az a benyomásom, hogy a te életedet úgy az elejétől kezdve a közösségek mozgatják, vagy az ilyen közösségi dolgok. Ezt jól látom? Mert hogy úgy kis dorogon is mondtad, hogy mennyire fontos volt, hogy milyen a közösség. Aztán ugye a Bonyhádi néprajzos munka kapcsán a múzeumban ott is azt emelted ki, hogy a közösség, akikkel együtt dolgoztál, hogy milyen jól tudtátok hozni azt, ami ott a kitűzött cél volt, és most itt a Magyarságházában is valahogy úgy van egyfajta ilyen szinkronicitás. Meg a család is, tehát hogy én soha semmit nem tudok hogy egyedül eldönteni, amit szeretnék mondjuk, anélkül, hogy ne kérdezzem meg a bátyámat, nővéremet, édesanyámat, régen édesapámat, tehát hogy ez nekem most már az unokaöcsém, unokahúgom, tehát hogy ők ugyanúgy beleszólnak az életem mindennapjaiba, mert hogy a család szerintem így működik, és elfogadom a véleményüket, sőt kikérem a véleményüket, de ez ugyanúgy működik faluszinten, egyesületekben, nagyobb közösségekben, tehát hogy nagyon érdekel az, hogy mit mondanak mások, és nagyon szeretem meghallgatni a munkatársaimat, például óriási segítség nekem, nem véletlenül mondtam meg, nem azért mondtam, hogy ez egy ilyen szépségpötty legyen a beszélgetésünkön, hogy ők mennyit sokat tettek hozzá, meg mennyire kreatívak. Én valóban akkor tudok gondolkodni, meg jó ötleteket akkor tudunk szülni, hogyha együtt gondolkodunk. Én nagyon sokszor kipróbáltam egyedül, nem sokra megyek, és mindig föl kell valakit hívnom, hogyha rakok egy programot, éppen otthon dolgozok ki, akkor is nagyon sokat számít, hogy akkor inspiráló nekem egy közeg, hogyha ők is hozzáteszik és mondják a véleményüket. Tehát akkor blokkolódok le inkább, hogyha így magamra hagynak, igen. Kritikát bírod? Igen, azt gondolom, hogy igen. Nagyon fáj, most már egyre kevésbé. De szükségem van rá nagyon. Tehát nagyon ki vagyok rá éhezve, igen. És tehát akkor, hogyha valakinek mondjuk van egy jobb gondolata, egy jobb ötlete, akkor azt abszolút át tudod emelni, tehát nincs ez a hierarchikus dolog, hogy most... Ellenkezőleg. Mert így ilyennek tűnsz. Remélem nem fordítva, nem. Nem, abszolút egyébként. Igen. Tehát ilyennek gondolok. És picit beszéltél már a fiatalokról, de szeretnék erről egy kicsit bővebben, hogy az én nagymamámból kiindulva, aki egy egyébként marosvásárhelyi kötődésű családok, és az én nagymamám egy hatalmas családfát vezetett, óriási családi találkozókat tartottunk, és én azt látom, vagy láttam mindig is, amíg ő élt főleg, hogy az idősek mozgatják ezeket a dolgokat inkább. Mit látsz, hogy a fiatalok mennyire nyitottak erre? Tehát engem úgy korábban nem nagyon érdekelt. Jó, ott a családfa, a mamám szépen összeért a kézzel, gyönyörű kézírással, hatalmas nagy papírra fel volt írva a család összes tagja, kikinek a rokona, kikihez kapcsolódik. Nagyon szép volt, de úgy annyira nem érdekelt. Mostanában inkább egyébként ránézek, hogy na akkor most kikivel van kötődésben. De milyenek a fiatalok? Mit gondolsz erről? Azt gondolom, hogy az élet természetes rendje az, hogy ők magukat építik és a jövőjüket látják csak. Az idősebb korosztály pedig egyre inkább látja a múltat, ami lassan veszik el az életükből, és lassan vesztik el azt a közeget, amiben voltak. És ez a lényeges különbség a kettő között, hogy szerintem, hogy a fiatalság elsősorban előre tekint, és ez így van jól, így van így helyes, mert lehet, hogy másképp nem haladna előre a világ. Az idősek pedig már sok mindent átéltek, sok mindent megéltek, és sok mindent elvesztettek, és sok mindent tapasztaltak, megéltek, de ez nem baj. Én mindig is vonzottam az idősebb korosztályhoz, tehát én gyerekkoromban is az idősekkel való beszélgetést tartottam a legjobb szórakozásnak. Nagyon sokat tanultam, tehát ez a néprajz szak is szerintem innen indult, hogy innen volt a legtöbb ismeretem. És most is a mai napig nagyon sok idős, 70 fölötti, akár 80 fölötti barátnőm van, akivel rendszeresen tartom a kapcsolatot, leülünk, kávézunk. A Budai Várba is például a Bakó Anna Mária, a Léte a könyvesbolt vezetőjével rendszeresen összeülünk. Burst Erzsébettel, a Bécsi Magyar Egyesületnek a vezetőjével, Kaláka vezetőjével rendszeresen telefonálunk, együtt vagyunk. Rengeteget tanulok tőlük, és egyfajta biztonságérzetet ad az ő tapasztalatuk, a nyugodtságuk. Tehát, hogy én nagyon-nagyon szeretem az idős korosztályt, de ez egy külön adottság, van, aki pedig
nem érteti meg magát velük. Tehát, hogy ez bennem mindig így volt, de valóban az idősek azok, akik össze tudják tartani, és az ő dolguk, mint ahogy régen is, igen, hogy a családot és a közösségi tudatot továbbadják. Különben ilyen nagyon érdekes karakter vagy, mert elnézésre ilyen annyira kortalan a megjelenésed, hogy így nem lehetne bekategorizálni, hogy szóval szerencsés ez, mert 10 év múlva is valószínűleg ilyen leszel, és 10 évvel ezelőtt is feltehetőleg ez látszott rajtad, én legalábbis ezt gondolom. Mi az, amin most dolgoztok? Hát most egy nagyon izgalmas feladaton vagyunk részben túl, és még nagyon sok van előttünk. Hosszú idő után a Magyarságháza a belvárosban, az 5. kerületben, a Nádor utca 17 szám alatt nyitott meg egy galériát, a Magyarságháza galériát. Ez egy mindössze 140 négyzetméternyi kis ékszerdoboz lett szerintem ott a város közepén, szembe az OTP székházzal, mellettünk a CEU épülete van, nagyon-nagyon közel a Szent István Bazilika, a Magyar Tudományos Akadémia Parlament, tehát hogy ebben a háromszögben helyezkedik el, és itt a magyar, külhoni magyar Kossuth díjasokról készítettünk egy portrésorozatot, és azok vannak most kiállítva, egy nagyon színvonalas katalógust készítettünk hozzá, és ez a kiállítás lesz látható augusztus 20-áig, és ezután a magyar népmeséről készítünk inkább gyerekeknek most egy nagy váltással, amin Rafai Judit, a szabadkai néprajzkutató lesz a lektora, és aki a forgatókönyvét kidolgozza, és a mesének egyik szakértője a népmeséknek, és már a látványtervezővel éppen egyeztetés volt, hogy szeptemberben ezt fogjuk megnyitni. 3 havonta lesz újabb és újabb kiállításunk, és akkor a kisebb programjainkat itt tudjuk majd megvalósítani. Úgyhogy ez a következő. Ez egy izgalmas kis időszak lesz akkor nektek. Más szempontból is van egy, hát nem pozitív izgalom, Ukrajna. Tehát azért ott van egy háború, egy elég komoly háború, ott vannak magyarok. Mi az, amit ebben esetleg nektek feladatotok, vagy tudtok tenni ebben a helyzetben? A háború kitörése után közvetlenül már jelentkeztek olyan művészek, akikkel rendszeresen dolgoztunk együtt hosszú időn keresztül. Elsősorban, ha jól emlékszem, akkor a Mese délelőttök megvalósítói, de színészek, énekesek, akiknek rendszeresen biztosítunk, azóta tudatosan is biztosítunk fellépési lehetőséget. Nagyon sok férfi hagyta el Ukrajnát, tehát Kárpátalját annak idején, és az otthon maradottak számára a mai napig igyekszünk programokat nyújtani, tehát a Berekszeszét Színházban június 4-én volt előadásunk a Magyarságháza szervezésébe, tehát különleges figyelmet kell adnunk, azt hiszem, most a kárpátaljai magyarságnak. Jól gondolom, hogy rengeteget utazol? Igen, szerencsére 2020-as kis rövid időszak szünet után ismét nagyon sok helyen vagyunk jelen, és igyekszem ott lenni azokon a programokon, amik kiemeltek a Magyarságháza életébe. Úgyhogy június 4-én is a Borsi Kastélyban voltam, egy fiataloknak szóló vetélkedőt nyitottunk meg, ahol kárpátaljai diákok is voltak. Mi a te személyes célod? Személyes célom? Uh-huh. Lehet, igen, hogy ilyen nincsen. Most megijedtem. Tényleg? Igen. Tényleg nem tudok személyesen gondolkodni. Tehát én akkor érzem jól magam, hogyha körülöttem élők biztonságban vannak, egészségesek, és hogyha még jól is érzik magukat, akkor ez külön adomány, de nekem ez a legfontosabb, hogy biztonság és egészség legyen. Más nagyon nem. Még egy kérdésem van, amit muszáj feltennem, az pedig, hogy volt-e olyan ez alatt a... Hát amióta igaziból a szakmai életedet éled, ami ilyen nagyon meghatározó élmény volt, ki lehet emelni ebből az időszakból egyet is akár? Vagy annyira jelentőségteljes, sem meg tudod élni minden találkozásodat, hogy nem lehet kiemelni. Tehát minden válasz érdekes és jó. Talán a lehetőség, amikor lehetőséget kaptam a Magyarságháza vezetésére. Szerintem ez az a bizalom, amit akkor kaptam, és hogy ennek próbálok azóta is megfelelni. De szerintem ez a nagy fordulópont. Hát, szerintem ez egy szép végszó. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nekem ez egy nagyon inspiráló beszélgetés volt.
a nézőknek pedig a figyelmet köszönöm. Találkozunk legközelebb is. Szép napot! Köszönöm szépen!